sokáig imádkoztam Istenhez, hogy legyek hetero. De nem történt meg. Úgy éreztem, hogy oké, Isten nem változtatott meg, és úgy látszik, hogy nem is fog, de látom, hogy használ, látom, hogy megáld, és úgy is elfogad, ahogy vagyok, akkor én miért ne? Én 24 évesen coming out-oltam, ennek 12 éve, és nekem is nagyon-nagyon nehéz volt, mert pont emiatt a családi és a társadalmi elvárásoknak próbáltam meg megfelelni. Olyannyira hittem azt, hogy én hetero vagyok, hogy nekem mennyasszonyom volt. Tehát én az esküvő előtt x hónappal coming out-oltam, pontosan azért, mert éreztem azt, hogy nem vagyok önmagam. Aztán megnősültem, akkor semmi gond nincs, és akkor nem beszélünk róla. Én már óvodás koromban sejtettem azt, hogy úgymond én más vagyok. Mikor a kamaszkor jött, és hát persze mindig a fiúk mutogatják a mesztelen nőket, ugye a képeket, és nem értettem, hogy ebben mi az, ami tetszik, vagy olyasmi. Kezdtem észrevenni a fiúkat, és mondom. És végül is nagyon hirtelen felvilágosodott bennem, hogy az vagyok, és nem tetszett ez a gondolat egyáltalán, nem akartam meleg lenni. Készültem Magyarországra jönni, az már megvolt, hogy eljövök ide. Annak ellenére, hogy kommunista volt annak idején, de kicsit aggódtam, mert megtértem, és kommunisták nem nagyon szerették a keresztényeket, de mégis eljöttem. Tizenhét évesen kezdtem el először csajozni, ha lehet ezt mondani, akkor volt az első barátnőm, és 20 évesen találkoztam azzal a lányjal, akivel utána 4 évig éltem együtt, és a mennyasszonyom volt. És meg az is lehet, hogy szerelmes voltam belé, de nem mint nőbe, hanem mint az ő lelkébe. És amikor szexeltünk, akkor teljesen más a te szexuális fantáziád. Teljesen más dologra gondolsz szex közben, és akkor fölmerül a kérdés, hogy hoppá, itt valami nem oké. Ő elküld a pszichológushoz, hogy én most biztos bepánikoltam, és majd a pszichológus meggyógyít. Tehát ő is azonnal így reagált erre az egészre. És én elmentem a pszichológushoz, elmondtam, hogy mi történt, és hogy nekem milyen gondolataim vannak ezzel kapcsolatban, és azt mondta, hogy Oliver, neked egy teljesen egészséges coming outod volt. Az az igazi kérdés, hogy alakul az, hogy valaki úgy érzi, hogy nem összeegyeztethető a melegsége, vagy a leszbikussága, vagy a biszexualitása az életének esetleg egyéb területeivel, az egyéb fontos kapcsolataival. 7 évig az egyetemen úgy éltem, tehát voltak barátaim, fiú barátaim. Nem mondom, hogy szerelmes voltam, nem. A vonzódás az megvolt, de csak az és mikor ide költöztem, akkor nem is beszéltem erről senkinek, kivéve az angol barátaimnak. Nem mertem előbújni, vagy úgy mondjam. Ez a kisebbségi stressz nevezetű ilyen képződményből ered, ami azt jelenti, hogy bármiben kilógsz a normából, a társadalmi normából, ami a mi kultúránkban egy alapnak vélt, elfogadott norma, akkor ebből ilyen plusz stresszek fognak származni. De nem beszélünk róla, nem tudjuk kezelni. Én szex közben mondjuk arra a pasira gondolok, akit aznap délután láttam a Fekete Hetesen. Na ez az, amikor közbelép az, hogy mi a nemi identitásod, és amit te el tudsz folytani, és mi a te orientációd. Miért nem egy női fenékre gondolok? És jöttem rá arra, hogy hát nyilván azért, mert mereg vagyok. De van egy skála, ugye, hogy a Kinsey skála, azt hiszem a 6-os a teljes homoszexuális, akkor én nem vagyok 6-os, talán 4-5. Túlnyomó rész meleg vagyok, de mégis néha van egy nő, aki tetszik. Én természettudós vagyok, azért szeretem a tudományosan bebizonyított tényeket, nem az, hogy valaki állít valamit. És nem tudtam tudományos alapot találni annak, hogy ez teljesen megváltoztatható. Lehet, hogy valaki elmozdul a skálán egy kicsit, azt el tudom képzelni, szerintem én is elmozdultam a skálán talán a 6-tól a 4-ig. Homoszexuális embert át lehet nevelni heteroszexuálissá, akkor ez fordítva is működik.
Én nagyon kíváncsi lennék, és elvinnék egy-két heteroszexuális embert egy átnevelő táborba, hogy akkor legyél homoszexuális. Ez ugyanúgy nem fog működni. A melegség, leszbikusság, biszexualitás, az egy normál variánsa az emberi szexualitásnak. Valaki totál homoszexuális és abból totál heteroszexuális ember lesz, az nagyon ritka. Ezt te vagy elfogadod, és ezzel te együtt élsz, és megtalálod a boldogságodat ezzel az identitással, vagy pedig nem. Lehet harcolni ellene. Kérdés, hogy ez mennyire éri meg, és mennyire sikeres ez a harc. Az biztos, hogy az ember ez alatt a harc alatt tuti, hogy sérül. Volt, mikor erről volt szó, azt hiszem, hogy elnyomtam, és akkor az tényleg rossz volt, akkor szorongtam, meg féltem, meg mindenféle rossz érzés volt. De most úgy érzem, hogy odáig eljutottam, hogy nem nyomom el, hanem inkább átadom Istennek. És teljes mértékben elismerem, hogy olyan érzéseim vannak, de csak átadom neki. Attól függetlenül egyébként, hogyha te meggyógyulsz, a nemi orientációd az ugyanaz marad. Tehát itt csak elfolytasz magadban dolgokat. Egy olyan életbe leszek belekényszerítve, valaki által, vagy saját magam által, amiben én nem leszek boldog. Nincsen semmi gondom, nem vagyok boldogtalan, nem vagyok. Teljesen boldog vagyok, mert jó gyülekezetem van, szeretem Istent, és az nekem elég. Jézus Krisztus megérintett is, és megtértem, újra születtem. És akkor nem is volt kérdés számomra, hogy ezt abba kell hagyni, ezt az életet. Vallásoknak a legtöbbje, és leginkább a kereszténység az, ami számomra nagyon-nagyon zavaró, semmi más nem csinál, mint bűntudatot kelt benned. Nem az van benned, hogy van egy Isten, és egy pozitív képet, egy pozitív dolgot próbálok összecsatolni a hívő és mondjuk Isten között, vagy az egyház és az Isten, és a hívő között, hanem bűntudatot keltek. Mi tiltok? Mit nem lehet? Mi az, amit te rossz, hogy csinálsz. Ez nem jó. Akkor már elismertem keresztényeknek, hogy ez a problémám megvan, és elfogadtak, és imádkoztak értem, és attól kezdve nem így élek. Fonzamat érzek, csak ellenállok neki. A vallás és a hit az én közöttem és Isten között van. Én ezt majd lefightingolom az én Istenemmel, hogy hello, én ezt gondolom, de én attól még nem vagyok rossz ember. Nagyon szerettem a feleségem, meg vonzódtam is hozzá. Azért teljesen normális kapcsolatunk volt, de néha előjöttek a más érzések. Néha tudtunk nevetni rajta, tudtunk beszélni róla, néha nehéz volt, de feleségemmel sokkal jobb volt, mert szerelmesek voltunk, az is, meg jó barátok voltunk, meg minden is. És azzal nem járt semmiféle bűntudat, mert ez Istentől van. Mindenféle tényező volt, de igen, jobb volt. Meleg párkapcsolatnál mindig számolni kell azzal, hogy a meleg személy abban nőtt bele, hogy ezzel a társadalom szembeáll. Miért ne ébredhetne rá bárki arra, hogy valami másra is vágyik? Én egy kiegyensúlyozott boldog ember vagyok melegként. Pontosan azért, mert elfogadtam magam, mert a családom elfogadó. Teljesen rendben van az életem, és boldog vagyok. Én nem szeretem a gyógyulás szót használni, inkább azt mondom, hogy megszabadultam az élettől. És azt tök igaz, az teljesen igaz, hogy én nem gyakorlom. De az, hogy megváltozott az a szexuális orientáltságom, az csak talán nagyon kis mértékben. De inkább nem használom a gyógyulást szót, mert én keresztény vagyok. Tehát és az fontosabb nekem, mint a szexuális orientáltságom.